Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de biztos vagyok abban, hogy valami szól hozzád is, hiszen nincsenek véletlenek, az sem véletlen, hogy te most éppen ezt a felvételt megtekinted. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kéri tőlem egy személyes jóslást, ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, a díjam 4000 forint. Indiai asztrológiával együtt a díjam 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. Itt megjelennek az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az jelentheti azt, hogy voltak nála negatív gondolatok, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, és akkor az egerek tudnak segíteni, hiszen eltávolítanak negatív gondolatokat. De mivel itt veszteségről van szó, hiszen az egerek elvesznek valamit, ez lehet félelem is, hogy elgondolkozik azon, mi van akkor, ha elveszíti a munkáját, vagy elveszít téged. A második kérdés úgy hangzik, hogy hogyan érzi magát. Bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt látható a szerelem, ez a férfi szerelmes beléd, és ez a szeretet és szerelem kihat az ő érzelmeire. De mégis vannak itt félelmek, hiszen fél attól, hogy elveszít téged. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni irányodba. Itt látható a stabil párkapcsolat. Ő szeret téged, úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni. Amit a horgony még jelenthet, az a munka, a hivatás. Lehet, hogy vannak itt félelmek, hogy elveszíti a munkáját, beszámol erről, hiszen így közeledik hozzád. Ami a szerelmet illeti, itt meg lesz a biztonság érzete. És az utolsó kártya azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Ha te vagy egy hölgy, akkor te vagy itt látható a képen, tehát fontos vagy számára, te állsz a középpontban, te irányítod az eseményeket, ott vagy mellette, segítesz neki, segíthetsz abban is, hogy az egerek, ezek a félelmek eltávolodjanak, hogy nem kell neki attól félnie, hogy elveszít téged. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!